Pécs városa az elmúlt években célul tűzte ki maga elé, hogy egyszer a jövőben valamikor szeretné elérni azt, hogy az Európa Kulta és Főváros megtisztelő cím után az Európa Zöld Fővárosa címet is viselhesse. Azonban tudjuk azt, hogy az addig vezető út hosszas, és nem is csupán az a cél, hogy Pécs város egy ilyen megtisztelő címet néhány év múlva valamikor viselhessen, hanem az, hogy azokat a lépéseket megtegyük, amelyek ahhoz elvezetnek. Ennek érdekében sokféle intézkedés, sokféle lépést megtettünk, elég, ha csak néhányra utalok, mint a napelempark megépítésére, vagy arra, hogy a pécsi hőerőmű most már tisztán biomassa alapon működik, de mindezek mellett, amely a pécsi polgárok mindennapi közérzetét legalább ennyire érinti, hogy milyenek a zöld felületek, milyen méretűek és milyen minőségűek azok a zöld felületek, amelyek a mindennapjainkban körülvesznek bennünket itt a városban. Éppen ezért azt a célt fogalmaztuk meg, és azt a célt tűztük ki magunk számára, hogy a Városüzemeltetési Társaságunk bevonásával évről évre növeljük a karbantartott zöld felületek arányát, méretét, évről évre növeljük a virággal borított területek számát Pécs városában, és ezzel tulajdonképpen kettős célt állítottunk magunk elé. Az első az az, hogy szebb és komfortosabb, élhetőbb legyen a város, a környezet. De ami ennél sokkal fontosabb az az, hogy abban a városban, ahol a légszennyezettségi adatok alapján időről időre, az év meghatározott napjain, most már szinte kívülről tudjuk, hogy mely hónapok, melyik napjairól beszélünk, a légszennyezettségi adatok tennivalóra újabb lépésekre sarkalnak bennünket, hát ez esetben is, vagy ezen vonatkozásban is tudjunk előrelépni, hiszen talán a legfontosabb mindannyiunknak, hogy saját magunk és a gyermekeink, a családjaink is minél tisztább, minél egészségesebb levegőt szívhassunk, és ennek tulajdonképpen a legjobb módja az, hogyha a zöld felületek arányát növeljük. Tehát ilyen értelemben a zöld felületek növelésével ezt a kettős célt, a mindennapi komfortérzet, a jobb érzés, a pécsi polgárok jobb érzését, másrészt pedig a levegő minőségét szeretnénk javítani. Nagyon örülünk annak, hogy egy szövetségesünk és támaszunk lett ebben a folyamatban Nagy Ervin városi főkertész úr személyében, aki megfelelő, ha úgy tetszik, tudományos megalapozottsággal is szívén viseli ezt a programot és ezt a feladatot. Ennek is köszönhető az, hogy ma egy olyan ünnepi esemény keretében vagyunk itt, ahol jól láthatóan dr. Kovács Zoltán számára állítunk egy táblaformájában is emléket. Kovács Zoltán akadémikus, növénynevesítő, hazai és nemzetközi szakmai körökben is ismert szakember, akinek nagyon nagy érdeme van abban, hogy ma Magyarországon ilyen sok hazai nemesítésű egynyári virág és egyéb növény található, és miután célunk az is, hogy amikor zöld felületeket növelünk, vagy virágosítunk nagyobb mértékben Pécs városában, akkor elsősorban a hazai nemesítésű saját fajtákat, az ország keretein belül kinevelt és nemesített fajtákat részesítsük előnybe. Fontos, hogy ez megfelelő tudásbázis, megfelelő szellemi háttér is legyen, és örülünk annak, hogy a városi főkertész javaslatára és az ő kezdeményezésére most ezt a fajta szellemi hátországot is láthatóvá tettük a pécsiek számára azáltal, hogy Kovács Zoltán dísznövény nemesítőnek egyfajta, az ő munkásságának egyfajta emléket állítunk itt Pécsett a Barbakán környékén a gyönyörű virágágyás mellett, és néhány olyan növényt is feltüntettünk, amelyeknek a nemesítése a nevéhez kötődik, és az ország számos közterületét, részben pécsi közterületeket is ma már borítanak ezek a növények.